Robert vagyok, üdvözlök mindenkit! Ez pedig az Expedition Northwest Passage című játék átbeszélő videója. Na, hát hogyha minden igaz, akkor talán túl vagyunk egy sikeres expedíción. Noha, abba biztos vagyok, hogy voltak hibák, ezekért utalag is elnézést kérek, majd írjatok meg mindent, amit csak észrevetetek, én pedig majd igyekszem ezeket jelezni a feliratban, ahogy azt szoktam. De azért bízom benne, hogy a hibák ellenére azért sikeresnek mondhatjuk ezt a mostani expedíciót. Ugye itt különböző célokat kellett teljesítenünk, mint például, hogy el kellett érnünk az északnyugati átjáróhoz, hát ez sikerült, közben fel kellett derítenünk a Franklin expedíciónak a nyomait, ugye ezeket a csónakokat, ez is sikerült, és hát végül, de nem utolsó sorban, ugye a legénységnek haza kellett jutnia, tehát jelen esetben ugye vissza a kiindulási ponthoz, ugye Grönlandhoz. Hát ez is mondjuk úgy, hogy valamilyen szinten sikerült, bár ahogy az látszódik itt, ugye hát nem mindenkinek, fogalmazunk úgy, hogy voltak hátrahagyottak, sőt, igazából egy egész hajót hátra kellett itt hagyni az utolsó fordulóban. Bár ez sem teljesen igaz ebben a formában, mert nem kellett. Inkább mondjuk úgy, hogy itt az utolsó fordulóban, mármint nekünk utolsó, tehát nem a játék végi utolsó fordulóról van szó, tehát ebben a fordulóban ugye itt olyan körülmények álltak elő, aminek hatására hát döntenünk kellett, és mi azt a döntést hoztuk, hogy talán jobb, hogyha gyorsabban, de több legénységgel hát véget vetünk úgymond ennek a csodás utazásnak, mint hogy később, de kevesebb legénységgel, vagy úgy egyáltalán nem tudjuk befejezni ezt az egész történetet. És hát szeretném hangsúlyozni, hogy szerintem azért jól döntöttünk, és ugye ez a bizonyos körülmény, aminek hatására meghoztuk ezt a döntést, ugye ebben a fordulóban, ez a bizonyos kártya volt, amit ugye felhúztunk, ami hát finoman szólva igencsak megtizedelte mind a legénységet, mind pedig a morálunkat. Úgyhogy ennek hatására igazából megszületett ez a döntés, szánkóra pattantunk, aztán mentünk haza. Megint csak szeretném hangsúlyozni, hogy szerintem jogos volt a döntés, tehát jó döntést hoztunk. Ettől függetlenül persze, hogy a kíváncsiság bennünk volt, úgyhogy csak-csak megnéztük, hogy mi lett volna, hogyha mégiscsak hát egy fordulót még ott maradunk. És tessék, lássék, hát mit csinál velünk ez a játék, egész végig szivat minket, aztán itt a legvégére pedig bedobott volna nekünk itt plusz 2 morált, ami milyen jó lett volna, ugye, hát haza tudtuk volna vinni a hajót is, de hát ezt nem tudhattuk előre, ez van. Tehát kiszámíthatatlan ez a sarkör, ennyi, ezt kell tudni. Mint ahogy ez a pakli kártya is, nagyon jól végezte a dolgát, majd erről fogunk majd még beszélni. Na, hát mielőtt belekezdenénk itt a átbeszélésbe, az egyes pontokba, előtte még engedjetek meg nekem egy pár ilyen korrekciót. Egy biztos, hogy az ilyen szigetekért is jár a pont egyébként, ahol igazából víz veszi körül az egész szigetet, vagy pedig a játéktábla széle. Egyébként ezt nem számoltuk, tehát itt kapnánk ezért, mennyi ez 1, 2, 3, hát 2 pontot. Az ilyen egyesekért nem jár pont, de ezért jár. Valamint, hát ez nem játékszabálybeli probléma volt, de a játékban elhangzott tőlem, hát szeretném megkövetni itt a legénységemet, akik tették a dolgukat. Én botor módon, hát itt azzal gyanúsítottam őket, hogy az egyik eseménykártya hatására ők habzsidőzsit rendeztek, ugye amikor itt 3 ételt elfogyasztottak, hát ez nem úgy volt ám, tehát igazából ez a kártya ez arról szól, hogy megromlott a fejadag, és ezért kellett kidobni. Szóval itt mielőtt tényleg rosszat feltételeznénk a legénységről, itt szeretném őket megkövetni és korrigálni ezt a kis hibámat. Tehát itt a történet arról szólt, hogy ki kellett dobni azt az ételt, nem megették. Na, de akkor ezután most már nézzük is akkor a játék egyes pontjait, ahogy azt szoktuk, kezdve a komponensekkel és az alkatrészekkel. És egyébként mielőtt még ebbe a részbe belemennénk, itt azt is szeretném elmondani, hogy ez a játék olyan értelemben is egy nagyon jó játék, hogy egy olyan szempontból is fogjuk tudni majd vizsgálni, itt a komponenseket hangsúlyozom, hogy ez is egy ilyen újrakiadás, mert hogy egy out of print játék volt, és most újra kiadták, hát az egyértelműen látszódik, hogy itt azért ilyen deluxe minőségről van szó, és erről a témáról én már nagyon sokat beszéltem különböző videóban, hogy mostanában azért vannak ilyen trendek, amik nem a jó irányba mennek, ugye régi, nagyon jó játékokat újra kiadnak, csak hát ilyen deluxe változatban, ilyen nagyon nagy dobozban, nagyon nagy alkatrészekkel, nagyon drágán, és akkor már is ott vagyunk, hogy igazából szép meg jó a játék, csak nem biztos, hogy mindenki, úgymond, aki szeretné, be tudná szerezni, és ráadásul itt olyan játékokról is szó van egyes esetekben, amik igazából családi játékok, amiknek ott kellene lennie az asztalon. Hogy csak pár ilyet említsek, amik hát ilyen rossz irányba mentek, projektek, a Snowdonia, az egyik legnagyobb csalódásom ilyen tekintetben, aztán a Lagrangia, valamint a Rococo,
Hát ez van. Na majd megnézzük, hogy ez a játék, ami a helyzet ezen a téren. Na nézzük is. Ugye először ugye a komponensek, alkatrészek, hát a minőség. Igazából itt a karton elemekkel kezdve, hát abból van ugye a legtöbb, ugye a lapkák, meg hát ugye ez a fő mechanika, hogy rakosgatjuk itt a dolgokat le, ezek teljesen rendben vannak, ezek megfelelő keménységűek, vastagságúak, ezekbe belekötni nem lehet, és igazából minden ilyen karton elem, ami a játékhoz van, az mind nagyon szuper, tehát ezek a ilyen pontozó lapkák, vagy nem tudom, minek hívják ezeket, amiket ugye ott a északnyugati átjáróhoz, meg Grönlandhoz rakunk, ezek is teljesen rendben vannak. Akkor, hát van itt egy-két plusz tábla, vagy nem is tudom mi, amivel annyira nem vagyok kibékülve, de minőségileg egyébként jó, tehát ez a kínálattábla, meg hát ez a pontozó, tehát jó, jó, meg szép, de erről majd még lesz szó, de mint említettem, minőségileg rendben van, a játékos táblák egyébként minőségileg rendben vannak, tehát mint karton elemek. Hát maga a főtábla egyébként nagyon érdekes, a maga, ahogy kitalálták, ugye ilyen sülyeztet, tehát ilyen dupla rétegű tábláról van szó, ami nem lenne baj, csak hát hogy mondjam nektek, én úgy érzem, hogy nem használták ki azért a potenciált. Tehát, hogyha már most mindenáron le akartak volna minket nyűgözni, én nem értem például, hogy miért csak ezt a belső részt süllyesztették le. Jó, értem, hogy oké, okay, akkor innen nem nagyon tudnak kiesni ezek a lapkák, de egyébként szerintem semmi gond nem lett volna, hogyha nem lett volna süllyesztve. De ha már süllyesztik, akkor kérdem én, hogy a tokeneknek miért nem tudták lesüllyeszteni ugyanúgy a helyét, vagy a napkorongnak ezeket a részét miért nem tudták lesüllyeszteni? Nem, mint hogyha most itt ledobálnánk ezt a korongot innen, nem erről van szó, csak ha már ott a lehetőség, akkor miért nem élnek vele? Vagy itt, amikor ugye többen játszunk, erről majd mindjárt lesz egy megjegyzésem. Tehát ugye több játékos esetén, amikor egymás ellen vagyunk, akkor igazából itt jelöljük, hogy ki hanyadiknak jön, és ott sincs igazából besüllyesztve, hogy akkor mit én, nehogy valaki leseperje ott a játékos előlüket. Tehát egy nagyon jó dologról van szó, nem mondom, hogy nem felesleges, vagy hát jó, persze annyira nem, de nem is úgymond ilyen nagyon szükséges dolog, de ha már van, akkor már használjuk ki rendesen, tehát ahol lehet mindenütt, ez az én véleményem. Na itt ezekkel nem éltek, ez ilyen. Hát ami még ilyen, nem feltétlen karton elem, de mindenképpen ugye ilyen papírelem, hát ezek a kis ládikócskák. Ezek egyébként már alapból így voltak benne a dobozban, tehát nem nekem kellett őket összeragazgatni, meg mi egymás. Tehát ezek így voltak, ezek teljesen szuperek, és nagyon feldobják egyébként a játékot is, amikor kint van az asztalon. Hát vannak, amiken rajta van, hogy minek kell benne lenni, és vannak olyanok, amiken meg nincs. Na, én időközben úgy döntöttem, hogy az ételt meg a morát berakom ebbe a kettőbe, amik ezzel nem tudom, hogy mi volt a funkciója. Én minden esetre ezeket beraktam, úgyhogy ez most így néz ki. Ettől függetlenül, ha jól emlékszem, még mindig van egy üresen. Abban lehet, hogy mondjuk a játékos alkatrészeket kéne, csak hát akkor az összeset is, nem tudom. Én azokat végül is külön zacskóztam. De egy a lényeg, hogy ezek is nagyon feldobják a játékot. Tehát egyébként úgy maga a grafika nagyon-nagyon rendben van ilyen értelemben, mármint ugye a komponenseknek a dolgai. Majd a grafikáról még beszélünk, tehát úgymond szép-szép, de itt lesz majd egy összehasonlítási alapunk. És visszatérve az előző megjegyzésemhez, itt a játékos, nem itt a játékosoknál, amikor hogy milyen sorrendben jönnek, az fontos látni, hogy ez az átbeszélés most, mint ahogy ugye a végigjátszás is, kifejezetten az egyfős per kooperatív változatra vonatkozik, mert hogy itt nagyon látni kell, hogy teljesen más a két játék, pontosabban ez a játék teljesen más, amikor egymás ellen játszunk, vagy amikor úgymond kooperatíven, vagy egyedül. Tehát itt olyan, mintha egy dobozba két játék lenne, mert új mechanikák jönnek be, teljesen másképp kell hozzáállni a játékhoz, és igazából mi most csak is kizárólag a egyfős, illetve kooperatív részére fogunk koncentrálni. A többfős úgymond változatra most nem fogok tudni reflektálni, mert én annyit úgy nem játszottam azzal, tehát nincs annyira tapasztalatom, meg mivel ebből állt most a végigjátszás, én most erre fókuszálnék. Tehát ezt most így az elején szeretném tisztázni. Na de visszatérve akkor itt a komponensekhez, alkatrészekhez, tehát a karton elemekkel nincs gond, vannak szerintem felesleges elemek, egy-két dolgot lehetett volna jobban, de egyébként minőségileg teljesen rendben vannak. Aztán, hát vannak itt kártyáink is, bár ez csak is kizárólag egy fős, valamint kooperatív játéknál jönnek be. Hát nem mondom, hogy a legjobb kártyák, egyébként egyáltalán nem rosszak, sőt, hát nem tudom, mennyire meg tudom mutatni, de hát igen, ott azért ilyen kis aranyozott kis ilyen ívek ott vannak, tehát azért odafigyeltek a ilyen csillivillire, úgyhogy hát ezek ilyenek. Nem néztem meg, hogy milyen méretűek, most a tippen nem kéne, ezek a klasszikus pandemik kártyaméret,
ugye én nem érzem úgy egyébként, hogy kellene őket kártyavédőzni, de hogyha valaki mégis szeretné, természetesen megértem. Igazából játékonként egyszer kell megkeverni a paklit, és nem is fogjuk az összeset használni. Bár mi most hamarabb befejeztük a játékot, mert hanyadik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, a hetedik fordulóban, tehát 7 kártyát használtunk, azt hiszem 16 van, vagy valahogy így. Tehát, hogyha most teljesen végigjátszottuk volna a legvégéig, akkor sem használtuk volna az összeset. Úgyhogy igazából ez az újrajátszhatóság szempontjából is teljesen jó. Na, úgyhogy ilyen értelemben egyébként ezek is teljesen megfelelőek. Aztán az összes többi dolog egyébként meg hát ugye ilyen faalkat rész, vagy hát na, még van nekünk ugye egy ilyen zsákunk, amit teljesen szépen meg van csinálva, hogy azt láthatjátok, ez is szuper. Na de, hát ami nagyon látszódik egyébként itt ténylegesen az, hogy most már ilyen deluxe változatról van szó, vagy hát közel deluxe, úgymond, az ténylegesen a faalkatrészek. Mert hogy tudni kell, hogy az eredeti játék esetében ezek a tokenek, ezek igazából ilyen papírtokenek voltak, tehát ilyen kartontokenek. És akkor ezek helyett lettek most ilyen különböző faalkatrészek, amiket viszont nagyon-nagyon szépen kidolgoztak. Ezeket már is megmutatom nektek. Hát ez a Franklin hajó az ugyanaz, mint a pici, de azért ide rakom nektek. Tehát így néz ki ugye ez a nagy jelölő. Van nekünk itt egy ilyen, most azon gondolkodom, hogy hogy kéne, mert hogyha ide jövök, akkor jobban látjátok. Tehát van nekünk egy ilyen Inuit, ugye a térkép, van ilyen szoros, van nekünk ez a, hát ide rakom így, ez a ilyen kőhalom, és akkor van még egy ugyanilyen kis csónak. Tehát ezekre nagyon odafigyeltek, és szeretném hangsúlyozni tényleg, hogy mind a két oldalokon ott vannak a kis grafikák. Tehát nagyon-nagyon szépen odafigyeltek ezekre a részletekre. Úgyhogy ilyen értelemben tényleg a játék nagyon rendben van. És azt merem mondani, hogy véleményem szerint a tokeneknek a mérete is teljesen rendben van. Tehát, hogy nem túl nagyok, nem túl picik. Szerintem akkorák, amekkorának lennie kell egy ilyen tokennek. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon örömmel láttam és tapasztaltam. Na, hát igazából, ami az alkatrészeket illeti, minőségileg igazából ennyit tudok elmondani. Hát tovább menve egyébként, ha most megnézzük az asztalképet, egyébként nem csúnya. Tehát szerintem szép. Viszont itt olyan lehetőségünk van, mint említettem, hogy itt egy újra kiadásról van szó, hogy össze tudjuk hasonlítani a régit az újjal. És szerintem miért ne tennénk meg? Mindjárt fogok nektek mutatni majd egy képet a régi kiadásról. Az én szerény véleményem az, és szubjektív véleményem, hogy szerintem a régebbi szebb. És nem csak hogy szebb, itt viszont már az objektív véleményem jön, a régi funkcionálisabb bizonyos értelemben, mármint olyan értelemben, hogy egyrészt nincs szüksége erre a, hát megmutatom nektek közelebbről, ennyi igazából, hogy ott is picivel vannak jelölve, ott nézi az ember, hogy most hanyason kell lennie, meg hogy áll, mint áll. Tehát ez tényleg csak arra van, hogy pontot számoljunk, semmi másra. Na ez például nincs benne, mert hogy van egy pontozósáv. Valamint ez a kínálat, tehát ez a tábla nem létezik, hanem tulajdonképpen egy icipicit nagyobb a tábla, és akkor a táblára helyezték rá a lapka kínálatot. És szerintem sokkal jobban néz ki úgy maga az egész, tehát hogy annyira feleslegesnek érzem, hogy most külön kell. Jó, persze ezt most mint egy tárca meg lehet fogni, és akkor lehet így körbe kínálni mindenkinek, hogy akkor vegye el, ami kell róla. De ettől függetlenül, tehát én indokolatlannak tartom, hogy most emiatt legyen egy ilyen plusz tábla, miközben meg ráférne ide is, arra meg nem is beszélve, hogy most is azért, na, tehát van itt azért ilyen felesleges, üres hely, ami olyan kihasználatlan, és ha más nem, legalább ezt a pontozó sávot ide rakhatták volna, mert na, higgyétek el, hogy ez bármennyire is szép és jó, mert szép, tényleg szép, csak hát annyira nem jó. Tehát így használni azért nem mondanám, hogy olyan nagyon jó dolog. De amellett szép. Na, nézzük meg akkor ezt a másik, tehát az előző kiadást, hogy ez hogy néz ki. Egy pillanat már is mutatom nektek. Tehát az így néz neki. Hát, mint említettem, ez nekem csak szubjektív vélemény, de nekem jobban tetszik. Tehát itt láthatjátok felül ugye a kínálatot, ott megoldották, hogy ott legyen fent. Érdekes módon egyébként itt összehasonlításnak ez a rész, ahol ugye a játékosok sorrendje van, hogy itt egyértelműen látszódik, hogy van hely a jelölőknek. Mert hogy egyébként ez úgy néz ki,
hogy két sorba kell rakni, hogy amikor valaki passzolt, akkor átrakja magát a másik sorba legfelőre, és akkor ezáltal kell ide két sor. Majd mindjárt megnézzük megint a mostani táblát, ott fogjátok látni, hogy ott nincs két sor, csak egy. Nem is értettem egyébként, hogy ezt hogy követték el. De minden esetre itt láthatjátok a pontozósávot, meg úgy általában egyébként maga a kép is, vagy nem tudom, nekem egy picit olyan tematikusabbnak tűnik ez, tehát úgy szebbnek. Itt láthatjátok a játékos táblákat, hogy hogy néztek ki a korábbiban. Nekem még valahol talán ezek is jobban tetszenek. Noha, azt aláírom, hogy itt a grafika már egy picit olyan túlzsúfolt, és a mostani azért egy picit, hát nem is picit, de letisztultabb, ez egyértelmű, de én azért egy kicsit több grafikát látnék a mostani, mint ahogy a régebbin is ott volt. Szóval, hát így nézett ki, mindenki döntse el maga, hogy tényleg neki melyik tetszik jobban. Én tényleg azt mondom, hogy nekem a régebbi az jobban tetszett. Na, de akkor nézzük is, hogy akkor ugye itt erről volt szó, amit mutattam nektek az előbb. Tehát igazából itt most csak egy ilyen hely van, és nyilván a szabály azt mondja, hogy akkor toljuk át itt magára a számra, és majd utána fog mindenki oda csúszni, csak hát, na, láttátok, hogy az előző verziónál ténylegesen megvolt ez a rész, hogy itt elég széles volt. Úgyhogy, na, hát ez ilyen. Ilyen. Én ezt nagyon szomorúan láttam egyébként, hogy ezt így oldották meg. Nem mondom, hogy nem vagyok híve az ilyen, hogy mondjam, megoldásnak, amikor ilyen modulárisan oldják meg a dolgokat, mert akkor jobban lehet rakni ide-oda ugye a dolgokat, hogyha mondjuk az asztal kisebb, de ez a játék nem lett volna sokkal, mármint maga ez a tábla nem lett volna sokkal nagyobb, hogyha ezt rá akarták volna applikálni valahogy, mert látjátok, hogy lett volna hely neki, tehát ténylegesen nem lett volna nagyobb. Arról meg nem is beszélve, nem tudom, hogy emlékeztek a képre, hát a játékos tábláknak nem volt meg ez a kis bubliuk, vagy nem tudom mi, apróság, de ez is egyébként sokat számít, mert amikor már ide kell rakni a táblához, ott van egy nagy üres rész, amit nem tudunk kitölteni, mert nem, hát max annyit tudunk csinálni, hogy így lejjebb tesszük, és akkor a pontunkat meg majd ide rakosgatjuk, de valahogy akkor is zavaró, hogy ilyen kis butaságok vannak benne. A régebbinél meg csak simán le volt vágva, egy egyszerű tábla, szóval, na, mint említettem, tényleg apróságok. Úgyhogy igazából ezt kell látni. Tehát szerintem nem lett rossz, tehát nem mentek el túlságosan rossz irányba, mert itt ténylegesen, tehát azért fontos látni, hogy ez egy újabb kiadás, mert itt ténylegesen tudatosan hozzányúltak a játékhoz. És tényleg érdekes megnézni, hogy hol nyúltak hozzá, milyen módon nyúltak hozzá, és akkor hát nyilván én szerintem ilyenkor joggal tudunk egy picit szurka piszkálni, utalva a régire. És szerintem ezek egyébként jogosak. Hát ez mindenképp, tehát mondom, ez nekem ilyen vízkategória volt. Ilyen borzasztó nagy alkatrész, aminek tényleg se füle, se farka. Mindemellett tényleg, hogy csak szép. Na de, ennyit igazából itt a komponensekről, bár egyébként az látszódik, még gyorsan engedjetek meg nekem annyit, hogy nagyon oda akartak figyelni az ilyen csilli-villi dolgokra, hát a kártyákon már látszódik, ugye ez az aranyozott kis körívek, meg minden. Nem tudom, hogy mennyire mutattam nektek az előkészületek során, de hát bizony a doboz is ám olyan, tehát látjátok, tehát azért nem sajnálták ezt a dolgot, sőt, azt meg végképp nem tudom, hogy ezt mutattam nektek, de itt azért belülre is azért odafektették a hangsúlyt, szóval szép. Tehát tényleg a szépségre odafigyeltek. Lehet ezért is döntöttek egyébként amellett, hogy inkább ilyen letisztult vonalat követnek. Én nem bánom egyébként, higgyétek el, nem bánom, csak mint említettem nekem úgy jobban tetszett az, hogyha ilyen több kis grafikát látok, akár itt is. Megmondom, itt ez a rész talán nekem jobban tetszett az eredetiben, ez egyértelmű. Tehát, hogy most választani kéne valahol a kettő közötti középút, akkor talán a táblának mindenképp a régebbi változata, ezt meg akkor meghagynám ennek. De, mint említettem, ez egy ilyen szubjektív dolog. Na, talán még itt az alkatrészeknél egy pár gondolatot itt az ikonográfiáról. Tehát egyébként nyilván az asztalképről beszéltem, tehát az tényleg szép. Tehát jó, talán annyit érdemes itt megjegyezni, hogy itt az asztalkép azután kezd szépen kialakulni, ahogy megy előre a játék, és akkor egyre jobban látszódik ugye itt ez a rész, ahogy jönnek elő a szigetek, a víz és a többi. Tehát az elején azért itt egy nagy üresség van, és akkor szépen, ahogy építkezünk, egyre szebb és szebb. Na most az ikonográfia, amikor a játék dolgozik, egyértelmű, egyszerű, nincs belőle sok, és tényleg minden itt van előttünk. Tehát ott is egyértelmű, mi micsoda, itt is az akciókat is ikonográfiával oldották meg,
és szerintem, hogy mondjam, ügyesen, tehát nagyon-nagyon ügyesen megoldották. Tehát ránéz az ember, és tényleg tudja, hogy miről van szó. Hát nyilván a szabályt elolvassa az ember, de hozzá tudja kötni. Tehát ez egy ilyen értelemben egy jól megcsinált játék. És tényleg az egy pluszpont, hogy ezt a kártyáknál is igyekeztek követni egyébként. Tehát, hogy a kártyákon ott a szöveg is, meg az ikonográfia is, de akkor szerintem menjünk is tovább a nyelvfüggőségre. Mert hogy igazából a játék nyelvfüggetlen, mármint most megint az van, hogy az eredeti játék, amiről most nem akarunk úgymond beszélni, mármint amikor egymás ellen vagyunk, az abszolút nyelvfüggetlen, mert ott nincsenek kártyák. A egyfős, valamint a kooperatív játék szintén nyelvfüggetlen lenne, elnézést, hát kivéve a kártyák, ahol vannak szövegek, viszont, mint említettem, tehát ezek is úgy vannak megcsinálva, hogy szöveg és ikonográfia. Tehát tulajdonképpen, hogyha már egyszer megtanultuk ezeket a dolgokat, vagy csak kijegyzeteltük, már a nem tudom, második, harmadik játéknál már az ikonográfia annyira fogja adni magát, hogy akkor mi micsoda. A szöveg igazából csak megerősítés. Viszont ettől függetlenül azért azt hozzá kell tennem, hogy azért némi, nem tudom, hogy merjem ezt mondani, némi hanyagság is tükröződik azért magába a játékba. Mert mint említettem, itt tényleg nagyon fontos látni azt a tényt, hogy egy újrakiadásról van szó, tehát hogy hozzá nyúltak a játékhoz, és minden egyes részében meg tudjuk mondani, hogy hol nyúltak hozzá, hogyan nyúltak hozzá, csak azt nem, hogy éppen miért nyúltak hozzá. Tehát mondom, nekem például én nem tudnám úgymond megmondani, hogy miért kellett ezt külön rakni, hogy miért nem volt jó ott. Erre megint nem tudok választ adni, hogy ezt most miért így döntötték, de hogy mondjam, tehát maga az egyfős játék az abszolút egy ilyen plusz hozzáadása a játéknak, és ez érződik. A hanyagságra visszatérve, tehát az, hogy mondjuk ezt sülyeztették, de a többit már nem akarták, vagy nem csináltak egyéb dolgokat itt a táblán, ez nekem megint csak a hanyagság része, és igazából itt a szabálynál is fogjuk majd látni, hogy a szabálynál is igazából az a része a szabálynak, ami már megvolt eredetileg, azzal úgy nincs gond. Az egyfős játéknál, amit utólag tettek bele, na, ott látszódik ez a hanyagság, tehát hogy ott már nem tették bele azt az energiát, amit kellett volna. Gondolok itt arra, amit megemlítettem itt a végigjátszás során is, hogy nem egyértelmű, hogy melyik kártya mikor, meddig fejti ki a hatását. Tehát egyértelműen, tehát, hogy mondjam, valamelyik igen, de valamelyik meg nem. Szóval itt azért egy kicsit többet vártam volna. Arról meg nem is beszélve, hogy arról meg végképp nem szól se a szabály, se a kártya, hogy amikor ketten vagyunk, tehát kooperatívan játszunk, hogy hogyan kell ezeket végrehajtani. Mind a két játékos végrehajtja külön-külön, vagy kollektíven kell, közösen, tehát ezekről nem szól. Nyilván itt akkor külön-külön felteszem én, de nem tudok biztosat mondani, mert nincs ilyen instrukció, tehát hogy -3 étel. De mindenkinek? Vagy közösen? Szóval, na ilyen értelemben azért egy picit többet vártam volna itt a dolgoktól, de mint említettem, tehát a játék ezt leszámítva abszolút nyelvfüggetlen, mert sehol nincs szöveg. Tehát tényleg minden ikonográfiával old meg, és nagyon ügyesen old meg a játék. Úgyhogy ezért egy nagy piros pontot lehet adni. Na, menjünk is tovább akkor a tanulhatóságra és a szabályra. Hát tulajdonképpen itt egyetlen egy dolgot mulasztottam el, mert arra már tényleg nem volt időm, energiám, és megint csak visszautalok arra, hogy egy olyan játékkal van dolgunk, amihez tudatosan nyúltak hozzá. Én nagyon szívesen megnéznék például egy összehasonlítást a régi szabály meg az új szabály között, hogy mennyire tisztázták azokat a kérdéseket, amelyek mondjuk Board Game Geek-en előjöttek, és mondjuk jogosak is voltak, hogy nem volt egyértelmű a szabályban. Én ezt most nem néztem meg, de érdemes lenne megnézni, mert az viszont egy egyértelmű objektív mutatója lenne, hogy mennyire vették komolyan ezt az új kiadást. Ami biztos, hogy az egyfős játék az utólag került bele ebbe. Említettem nektek a végigjátszás végén, hogy volt egy másik fajta egyfős variáns, azt megnéztem egyébként, az egy ilyen rajongói változat volt. Szóval hiába azt a grafikát használta, mint a szabály, stb., de az egy ilyen rajongói volt. Egyébként azt hiszem sokan szerették azt is. Na de a lényeg, ami lényeg, hogy ez az egyfős változat, ez teljesen újként került be, és egyértelműen érződik egyébként. Tehát, hogy az egyfős játékban a szabály nem annyira erős. Nem kapunk mindenre választ. Igyekszik egyébként mindent elmondani, hozza a példákat, és hát most ha megnézzük, mennyi ez a szabály. Tehát hát 16 oldal, nem sok, viszont ami igazából itt probléma,
Mutatok nektek egyet, meg egyébként itt megint csak a hanyagságra akarok visszautalni, hogyha megnézitek, például ugye itt van ez a, hát na, ugye itt a játékos táblánk. Az hagyján, hogy ott a fő táblánál, ugye ott van hely az embereknek, meg ott jó nagy kocka van, amikor oda kell rakni az embereinket, hogy most ki hanyadiknak jön. Viszont ugye egyfős játék esetén, ugye itt kell számolnunk a köreinket. Tehát, hogy most megnézitek itt az embereknek a méretét, hát most próbálom minden oldalból így mutatni nektek, hogy őt ide kellene valahogy rakni, és hát akárhogy is nézzük, azért ez az ember jóval nagyobb, mint az a kocka, ami ott van, ami képviseli az egyes fordulókat. Hát itt azért elég nehéz, hogyha mondjuk egy kicsit már nem úgy húzzuk le, hogy akkor most megmondani, hogy éppen most hol voltunk, melyik fordulóban. Ezt egyszer nem is értettem, hogy ezt hogy tudták így elkövetni, hogy miért ide kellett arról, meg nem is beszélve, hogy ez olyan szinten félrevezető. Hát én megmernék rá esküdni, hogy 10 emberből 10 azt hinné, ha még nem játszott ezzel a játékkal, és nem tud róla semmit, hogy tulajdonképpen úgy fog zajlódni egy forduló, hogy egy kör, két kör, három kör, négy kör, megy a napkorong, húzunk egy kártyát, és fizetni kell egy ételt vagy morált. De ez nem erről szól. Hiába látszódik, hogy hát mint egy ilyen szallag, vagy nem tudom mi, tehát ez olyan, mintha így összetartozna. De nem tartozik össze, mert hogy ez a mínusz egy étel, vagy per morál, ez erre vonatkozik, hogy minden akciónál, ugye le kell vonni egyet, ez nagyon megtévesztő. Szóval ilyen értelemben azért a grafikai megoldásokkal vannak gondok, még hogyha maguk az ikonográfiák egyébként egyértelműek, tehát azok elég szuperú meg vannak csinálva, de maga, hogy mondjam, tehát maga az ikonográfia itt is egyértelmű, csak félrevezető a helyen, meg ahogy kialakították a dolgokat, és itt egyértelműen ilyen hanyagságot merek felfedezni, legalábbis tényleg ez a legjobb szó, amit tudok mondani. És ugyanez van itt is egyébként, hogy említettem nektek, hogy ha elérjük ugye az északnyugati átjárót, kapunk 3 morált. Hát ez sehol nem látszódik itt, pedig, na, őszintén szólva, lenne hely. Bőven lenne hely ennek a dolognak, mert van még itt hely ezen a két táblán, és ehhez képest a szörnyű az, vagy hát szörnyű, ilyen érdekes dolog, hogy mintha a szabályban is ez csak egy olyan kis plusz megjegyzés lenne, még hogyha egy fontos megjegyzés, de akkor is csak egy kis plusz megjegyzés, már is mutatom nektek. Tehát igazából, ugye itt vannak leírva a szabálynak a dolgai, jönnek a dolgok, példák, képek, stb. És itt vannak oldalt az ilyen egyéb dolgok, ilyen kis jegyzetek, meg egyéb, na hát igen, itt van egy ilyen fontos megjegyzés, hogy ja, hogy egyébként, amikor felfedezzük az északnyugati átjárót, akkor 3 morált kapunk. Ja, hát igen, köszi szépen, hogy ezt nem itt írja le az embernek, tehát, hogy itt várná ezt. Értem, hogy itt megerősítésnek is ott kell lennie, de ez azért a szabálynak a részének kéne lennie valahol. Most nem emlékszem rá, hogy egyébként, de szerintem itt én nem láttam. De ha véletlenül tévednék, akkor majd javítson ki valaki, és akkor megkövetem magam, akkor elnézést kérek ezért. Én csak itt láttam ezt a dolgot. De ugyanez egyébként valahol itt kéne lennie, igazából ez a lényeg, hogy nem csak itt ilyen megjegyzésben, szóval itt a szabálynál azért, na, itt voltak azért egy-két ilyen dolog, ami nem annyira kerek. Nem mondom, hogy vészesen, de hát, hogy mondjam, fogalmazunk csak úgy, hogy egyértelmű, egyértelmű volt, hogy nem ugyanaz a valaki csinálta a két szabályt, tehát hogy minőségileg, tehát megint csak azt tudom mondani, hogy az a része a szabálynak, ami az alapjátékra vonatkozott, az elég könnyen követhető volt, gyorsan megérthető, és a többi, csak aztán jött az egyfős változatot, azért változtattak a dolgokon. A 80%-a teljesen rendben volt, tehát szépen leírták, hogy mi változott, hogy változott, de így összességében azért nem adtak választ minden dologra itt a egyfős és kooperatív változat esetén, például, amit említettem is a kártyák, szóval ott azért némi kérdések felmerültek, és akkor ezért játszottuk mi most úgy, ahogy játszottuk. Na, de hát igazából ennyi. Na, azt mondja, hogy ettől függetlenül, tehát mindezt leszámítva, maga a szabály, hogy milyen könnyen tanulható, nem egy bonyolult játékról van szó. Az ikonográfia is nagyon szépen segít. Itt van minden előttünk, mi mennyibe kerül. Szóval egy könnyen tanulható játékról van szó, és tényleg azt merem mondani, hogy a ilyen összes hibájá ellenére én még a szabályra is azt mondom, hogy egy teljesen jó szabályfüzet, tehát hogy mondjam, nem arról van szó, hogy mondjuk nem találja meg az ember, és akkor így ilyen össze-vissza van írkálva, hanem amit leír, a szépen leír, könnyen lehet követni, csak vannak plusz kérdések, és akkor azoknak utána kell járni, tehát ez még mindig a jobbik eset.
Tehát nem kellett vele birkózni, fogalmazunk így. Tehát ilyen értelemben ez egy könnyen tanulható játéknak tartom, mert tényleg könnyű volt leülni mellé játszani. Aztán, hát ugrajátszhatóság. Na most, itt azt látni kell, hogy megint csak teljesen elkülönül ugye a játék, hogyha többen vagyunk, meg hogyha egyedül játszunk, vagy kooperatívan, mert amikor többen vagyunk, akkor azért az újrajátszhatóságot nyilván az interakció adja, az, hogy itt, hát, hogy mondjam, néztem azért videókat róla, és akkor mondogatták, hogy amikor egymás ellen vagyunk, azért nagyon csúnyán le lehet rakni a labkákat, amivel be tudunk kavarni a másik embernek. Tehát ott azért komoly interakció van, hogy mikor, hogy, hova rakjuk le ezeket a lapkákat. Ott nagyon fontos, konkrétan tényleg az interakció az, hogy mikor használunk plusz akciókat. És ott azért másak a értékek, amiket mondtam nektek, tehát nem egybe kerül minden, hanem más értékkel kell fizetni az embereket, tehát abszolút más. Ugyanúgy nagyon fontos, hogy mikor hanyadiknak jövünk. Tehát ott azért teljesen más a játék ilyen értelemben. Egyfős játék esetén igazából ugyanezt fogjuk mindig csinálni. Onnan ide jövünk, innen meg vissza. Ettől függetlenül, hogy mondjam, van annyi újrajátszhatóság a játékban, hogy ne legyen annyira repetitív vagy unalmas. Bármint olyan értelme, hogy repetitív lesz, mert tényleg csak annyit fogunk csinálni, hogy vadászni fogunk mindig a megfelelő lapkára, de valahol, hogy mondjam nektek, valahol azért ez az eseménykártya is úgy feldobja a játékot, hogy mindig úgy el tudjuk képzelni, hogy most mi történt a legénységgel, egy kis mesét tudunk szőni, tehát valahogy úgy segít elmerülni a játékba, és akkor ténylegesen, ahogy megyünk előre, mikor éppen milyen lapka fog jönni, valahol kicsit tovább kell időznünk, tehát nem fogjuk tudni mindig ugyanúgy végrehajtani a dolgokat, és ezáltal egyébként én azt merem mondani, hogy bőven van újrajátszhatóság. Hát amit mondtam is nektek, mert most nem tudom mennyi lap van itt, de most megszámolom, ugye ott akkor 8 van, mert ugye 8. körnél voltunk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, akkor viszont 16 kártya van, és mint említettem, tehát 10 tehát tizedik körnél be kell fejezni, szóval legrosszabb esetben is 6 kártyát nem fogunk még látni. És akkor ezek mikor, milyen sorrendben jönnek? Hát most képzeljétek el, hogy ha nekem akkor jött volna az a kártya, amikor ugye, ha a hajód a, mit tudom én, még zónában van, akkor amennyi zónában vagyunk, mínusz egy, annyi legénység, gitag, hát úgymond eltávozik tőlünk. Hát hogyha hármasban lettem volna, akkor ott rögtön 2 ember. Tehát nagyon-nagyon nagy hatással vannak azért azok a kártyák a játékra, és nagyon durván befolyásolják, és akkor lehet, hogy már rögtön másképp kell úgymond tervezgetnünk a dolgokat. Szóval én ilyen értelemben abszolút azt mondom, hogy van újrajátszhatóság a játékban, nem mondom, hogy végtelen, meg nem tudom, hogy mennyi, de hogy mondjam, az, hogy most akár havonta egyszer-kétszer elővegyük, szerintem bőven, az bőven benne van. Már csak azért is, mert tényleg itt látni kell, hogy ez a ilyen kis történetiség, maga a téma egyébként nagyon, nagyon benne van a játékban. Tehát majd erről még úgy is fogunk beszélni a tematika résznél, tehát hogy nagyon ügyesen megcsinálták itt a témát, amit úgymond hozzáadtak az egyfős játéknál, mert itt azért látni kell, hogy többfős játéknál már majd, hogy nem, nyilván nem teljesen, de majd, hogy nem már egy verseny van, hogy kér hamarabb ide, mert azért az több győzelépontot fog kapni, meg kér hamarabb vissza, mert akkor megint több győzelépontot fog kapni. Tehát már egy verseny van, azért egyfős játék esetén, meg kooperatív játék esetén igazából egy nyersanyagmenedzsment, tehát sokkal inkább menedzselnünk el a dolgokat, ugye az étel, meg a morál miatt. Tehát ténylegesen más játékról van szó, és ezáltal másképp adnak hozzá a hangulathoz is. Tehát jobban bele tudjuk élni magunkat, igazából én szerintem legalábbis az egyfős játék esetén ebbe a dologba, mármint maga ebbe a sarköri, kegyetlen környezetbe, hogy bármi történhet, az embereink hullanak, nincs étel, megy le a morál, tehát sokkal jobban visszaadja úgymond ezt a témát, így egyfős játékban ez a dolog, mint amikor többen játszunk, mert akkor igazából ténylegesen a felfedezésen van a hangsúly, és akkor ez a dolog itt, az étel meg a morál az eltűnik, ott ténylegesen csak az embereket kell menedzselgetni, hogy akkor most mikor mennyi erőforrásként használjuk őket, szóval igazából ennyi. Na de, tovább menve taktika, stratégia. Hát itt továbbra is igazából főleg az egyfős meg a kooperatív játékról beszélnék, egyértelműen van benne taktika is és stratégia is. Hát mondjuk úgy, hogy amikor ketten játszunk, mert ugye kooperatívan ketten lehet maximum, ott már alapból a játék elejétől kezdve felállíthatunk egy stratégiát, most csak mondok egyet hasraütésszerűen, ami adja magát, hogy az egyik ember elindul ide, a másik ember pedig vagy itt, úgymond begyűjtögeti a dolgokat, vagy akár
ha nem is gyűjtögeti, de pont, hogy segít lerakosgatni a lapkákat a másiknak, hogy mikor majd jön vissza, azokat fel tudja szedni, vagy akár már előkészíti az utat, hogy neki ne kelljen, hanem neki csak jönnie kelljen. Tehát meg tudnak osztozkodni itt a feladatokon, és ez már a játék elejétől kezdve, mint stratégia lehet. Össze lehet dolgozni egyébként, hogy ugye itt a lapkáknál, hogy valaki lerak a másiknak lapkát, és akkor nem veszi fel róla, hanem ott hagyja neki, hogyha kell. Szóval ilyen értelemben van összedolgozás is. Ami nekem a legfájdalmasabb, és megint csak itt a hanyagságot érzem, hogy annyira próbáltak mindent is belerakni ebbe az új kiadásba, csak nem úgy sikerült, ahogy az szerintem kellett volna, hogy mondjam nektek, oké, hogy van szóló, nagyon örülünk neki. Van kooperatív, nagyon örülünk neki. Nagyon szeretem a kooperatív játékokat. De egy igazi kooperatív játéknak két ismérve van számomra, mármint két nagyon fontos ismérve. Az egyik, hogy kooperálni kell. Tehát ténylegesen kooperálunk, és hogy mondjam nektek, tehát itt olyan értelemben van kooperálás, hogy oké, tudunk segíteni egymásnak a lapkákon, de itt olyan értelemben a második dolog hiányzik nekem, hogy megosztani dolgot a másikkal. És a legtöbb jó kooperatív játékban ez jelen van. Ott van például ugye a Pandemicnél, tudunk ott megosztani erőforrást, vagy ott van az Orléans, ugye a kooperatív változata. Ott is van lehetőség arra, hogy plusz akcióval tudjunk adni, hát majdhogy nem erőforrást, ugye akciókorongot a másiknak. És ez hiányzik itt igazából nekem, hogy hát nyilván morált nem biztos, hogy tudunk adni, mármint tematikailag úgy érdekes lenne, de mondjuk ételt sem tudunk megosztani a társunkkal, abban az esetben, hogyha egy helyen van a két hajó. Vagy ne hagyj Isten, legénységet sem tudunk átadni, mert nem értem, hogy miért ne lehetne, hogyha mondjuk kicsit bajban van az egyik ember, akkor egy helyre mennek, és akkor átadni legénységet. Na ez a része nekem azért hiányzott a kooperatív részből, mert valahol, hogy mondjam, azért tematikailag is adná magát, hogy így támogassuk egymást. Ettől függetlenül nem volt az, tehát ne értsetek félre, mert volt egy próbajátékom kooperatív változatban. Hát az annyira próbajáték volt, hogy ott tényleg csak a szárnyainkat bontogattuk, és igencsak hát beletört a bicskánk a játékba, de ami viszont nagyon látszódott, hogy rögtön a játék után meg tudtuk mondani, hogy hol voltak a problémák, hogy mit kellett volna másképp, és az ilyen játékokon már látszódik, hogy egy jó játék, mert amit már meséltem nektek, hogy tanítja az embert is. Tényleg amikor az ember meg tudja mondani, hogy hol volt a hiba, mit kellett volna másképp, hogy mondjam, számomra azok a jó játékok, mert nem az a baj, hogyha valaki rosszul csinál valamit, vagy benézi, csak nem minden a szerencsém múljon, hanem ténylegesen lehessen azonosítani azokat a pontokat, ahol lehet fejlődni. És ne kelljen keresgélni nagyon a játékba, jó, most akkor mit csináltam meg, hogy, hanem látszódjon, és ezen tényleg látszódott. Úgyhogy ilyen értelemben ez nagyon-nagyon jó volt. Már nekem is sokat segített egyébként ebben a mostani végigjátszásban az ottani tapasztalat. Úgyhogy ilyen értelemben egyébként én azt merem mondani, hogy mind taktikai, mind stratégiai dolgok vannak a játékban. Még egyedül is egyébként, hát hogyha megnézitek, olyan szuperú kijött most, ugye, hogy hol kell szétválni, vagy hol kellett szétválni, és miért ügyesen meg lehetett csinálni, hogy oké, akkor megterveztük, hogy oké, akkor a hajó majd itt fogja bevárni. Jó, mondjuk ott volt egy kis változtatás, mert úgy voltunk el, hogy megyünk majd tovább, de végül akkor ugye a szánkónak utána kellett jönni, és akkor az eredeti terv az volt, hogy a hajó fogja majd ezt itt megcsinálni, és akkor itt bevárjuk, na cserébe meg ugye a szánkónak kellett jönnie segíteni nekünk, de tök mindegy, mert nyilván taktikai döntésekkel tudunk segíteni, úgymond így a másik rész, a csapat másik részének. Szóval én értelemreiként ott van mind a kettő. És akkor nyilván a lapkákat kell nézegetni, hát mondjuk talán ez az egyik része, és akkor menjünk is rá egy kicsit a mechanikák, a téma, meg ugye a játékmenetre is, hogy talán ez a lapka lehelyezős része az, ami hát sokaknak, mint talán én is, olyan nehézkes, mert ugye hát nem mindenki tudja, hogy fejből rögtön ugye úgymond gondolatba kivenni a lapkát, beforgatni, lerakni, meg akár kettőt, és kitalálni, hogy az milyen jó lesz egymás mellett. És hát nyilván ilyenkor azért az embernek ki kell vennie, próbálgatni, hát na, ez ilyen. Tehát ezzel együtt kell élni. Aki ügyes fejben meg tudja ezt valósítani, de na, nekünk itt ugye voltak problémáink, hát különösen amikor kétségbe estek ugye a legénység tagjai ott a rosszul lerakott lapka miatt, amit hát bízom benne, hogy azért csak sikeresen tudtunk korrigálni. Nem tudom, majd megmondjátok, hogyha visszanézitek, mert nekem nem volt rá nagyon időm. Na egy a lényeg egyébként, hogy ilyen értelemben
tényleg a mechanikák is szuperul vannak összerakva. Azt viszont tényleg látni kell, hogy az egyfős játék egy nagyon jó mechanikára van rálakva, mármint egy alapjátékra. Mert ugye maga az alapjáték, ahogy megyünk, rakjuk le a lapkákat, ez már megvolt, és akkor erre ment rá még egy ilyen plusz dolog, ugye az étel meg a morál. Szóval nagyon jó alapokra lett ráhelyezve. Itt nyilván megint tematikailag azért bele lehet kötni a játékba, hogy miért csak egy ilyen, mármint hogy egy étel, meg egy morál ilyen hely van. Hát nyilván egyébként nem akarták túlbonyolizálni, ez egyértelmű számomra. Csak nyilván itt akkor tematikailag kicsit kilóg a lóláb, hogy miért van az, hogy a hajó ment, de közben meg a morál csökkent, amikor mit tudom én, akár itt is, ugye amikor a szánkóval külön váltunk, vagy még a borálnál hagyján, de nyilván amikor az étel, hogy egy étel csomagunk van, mármint hogy ilyen kis kupac, de most tök mindegy, hogy hol hagyjuk végre, ugyanabból az ételből esznek, tehát hogy ezt nem kellett ketté választani, ami egyáltalán nem baj, tehát hangsúlyozom, ne értsetek félre, csak itt nyilván tematikailag hangsúlyozom, hogy ott ilyenkor egy picit ilyen fura dolgok lehetnek, vagy amit meséltem nektek, hogy elképzelhető, hogy a szánkóval fogunk csinálni valamit, ami miatt éhezés történik, és valakinek meg kell halni, de mondjuk a hajóról fogunk választani embert, mert a szabály megengedi egyébként. Szóval itt egy kicsit kiszokott lógni a lóláb, de nyilván ezeknek az elemeknek, ahogy el is hangzott a végigjátszás során, ténylegesen az volt a céljuk, hogy kihívást tegyenek hozzá a játékhoz. Tehát nem feltétlen mindenben ilyen nagyon precíz, pontos tematikai megvalósítás, hanem hogy valamelyest azért ott legyen, de azért kihívás is legyen. És egyébként szerintem azért a kihívás részt nagyon-nagyon sikerült megvalósítaniuk. Viszont tematikailag olyan szuperú sikerült ezt a részt megvalósítani, hogyha belegondoltok, és nekem ez nagyon tetszett egyébként, és ez igaz volt a kooperatív játékra is, meg most az egyfős játékra is, hogy annyira benne van a játékban ez, hogy az elején szinte meglódulunk, hát tényleg tele van minden, habzsi, dőzsi, mindenki, menjünk, 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 és ahogy megyünk előre, és elfogynak az erőforrásaik, hát utána már csak így nézünk, hogy hát oké, akkor lehet, hogy talán egész fordulót passzolunk, mert most nem úgy van. És egyébként ténylegesen erről szól a játék, hogy amikor már nagyon elfogynak ezek a dolgok, na akkor már nagyon, de nagyon okosan ki kell úgymond találni, hogy mit akarunk csinálni, mikor akarjuk csinálni, és mivel akarjuk csinálni. És igazából itt ilyen menedzselés van, tehát nem csak erőforrás, pontosabban, de erőforrás menedzsment van, csak olyan értelemben, hogy itt az emberek is erőforrások, már ne úgy értsétek, hogy ne így, hogy most, na, értitek, persze így is, nem akarok hazudni, tehát valamilyen értelemben így is erőforrások voltak, de sokkal fontosabb erőforrásként úgy, hogy mondjam nektek, tehát, hogy ha használjuk őket, akkor pont, hogy egy másik erőforrás lemegy, de lehet, hogy előbb egy másik akciót kell, ahonnan kapunk, ami után. Tehát, hogy itt azért voltak olyanok, hogy nem mindegy, hogy melyiket miután csináljuk. Mert akkor nagyobbat tudunk bukni, és itt igazából ezeknek a megszervezése, kitalálása itt igazából nagyon kulcsfontosság, úgyhogy ezt nagyon ügyesen megcsinálták. Talán itt egy icipici, hát, hogy mondjam nektek, kritikám az, hogy azt aláírom, hogy itt az embereknek a menedzselésénél, ugye, hogy le kell rakni itt az alsó részre, hogy ugye pihen, stb. Ez nyilván az alapjátékból van, és meghagyták, ami tökéletes, meg egy tök jó dolog egyébként, mármint olyan értem, hogy mechanikailag is, úgymond agyalgatni kell, hogy akkor most akkor, hogy mondjam, főleg amikor megvan osztva a csapat, hogy akkor most mennyit rakjunk át, mert hogy akkor tudjanak azért rendesen mozogni, stb. Ez egy nagyon jó dolog. Azt nem értem, hogy miért kellett itt a étel meg a morálnál is ugyanezt használni, hogy a kockát meg ezt a kis korongot, hogy lefele kell csúsztatni erre a helyre. Már mondjuk olyan sokszor azért nem kaptunk, de szerintem sokkal jobb lett volna, hogyha nem mozgatni kell, tehát nem ugyanezt az elvet követik, hanem egyszerűen csak fogjuk és eldobjuk, és akkor berakjuk addig a készletbe. Mert annyira mindegy egyébként, sőt, talán nem is mindegy, mert azért más játékoknál, amikor akciókat hajtunk végre és fizetni kell, ott sokszor meg tudjuk tenni, hogy fogjuk, oda rakjuk, hogy oké, kifizettem. Tehát tudjuk jelölni, hogy most ki lett fizetve az erőforrás. Itt viszont sokszor tényleg azon is gondolkodni kellett, hogy jaj, most kifizettem, lehúztam, nem húztam, vagy egy picit odébb lett lökve, akkor most jaj, most akkor még hol volt, mert bár ez süllyesztve van, ez nem. Ez csak egy ilyen kis csillagos megjegyzés. Tehát, hogy ezért nem értettem, hogy ezt miért kellett így megcsinálni, mert egyébként azért olyan könnyen nem fér el itt ez a 15. Arról már nem is beszélve, hogy ezt a részt meg takarják, ami meg igencsak fontos lenne látni, hogy azért mi vár ránk, hogyha megtörténik. Jó, persze az első játék után már ez már ott lesz a fejünkbe,
de valahova akkor szélre, vagy nem tudom, mutathatták volna, hogy azért itt komoly gondok lesznek, hogyha elfogy. Szóval nem tudom, szerintem jobb lett volna ezt úgy elengedni, csak simán egy ilyen kis tároló rész, és akkor dobáltuk volna vissza a készletbe a dolgokat. Ez csak egy csillagos megjegyzés. Na, de visszatérve itt a mechanikákra egyébként, tehát zseniálisan van megoldva egyébként, ahogy itt az erőforrásokat kezelni kell, tehát mind ezeket a ételmorál, meg mint említettem, ahogy az embereket menedzselni kell, hogy akkor mikor, hogy, meg tényleg azt egyébként, hogy most, hogy mondjam nektek, egy fős játék esetén ugye minden is egybe kerül, itt egyébként több fős játéknál azért más a helyzet, ott azért még inkább figyelni kell arra, hogy mikor melyik akciót hajtjuk végre, meg hogy egymás után hajtunk-e végre több akciót, mert akkor az több ember, szóval más játék a kettő, azt látni kell. De ez nagyon szuperul megvan egyébként oldva itt. A másik, hát az a napkorong mechanika, ez zseniális. Tehát nem is tudom, hát vannak ilyen játékok, ahol ugyanígy megoldják, hogy van ilyen tematikai hatása ugye a napnak. Itt nagyon-nagyon jól meg van csinálva, és tényleg annyira hozzáadja a játékhoz ezt a, amire tervezni kell, mert tényleg fogjuk látni, hogy hova fog menni, és igenis előre tudunk tervezni, meg kell tervezni előre fejbe, hogy akkor most, ha most még el tudunk menni, de hogyha most nem indulunk, már odaér a nap, akkor már nem fogunk tudni visszamenni, vagy pedig vissza kell értük menni. Ugye, mert hogy mit tudom én, hogyha itt ragadna a szánkó, de a nap már felmenne, hát itt már nem fognak visszajönni, vagy akkor nagyon nagy íven kell menni, az meg, hát na, majdnem kivitelezhetetlen. Arról nem is beszélve egyébként, hogy a szétválásnak azért is egy nagyon különleges dolog egyébként, mechanikailag is egyébként egy zseniális ötlet, de azért bele kell gondolni, hogy egy fős játék esetén plusz erőforrás, amikor mind a kettővel mozogni kell, hát azért ott azért tud fogyni. És ezért is egy kritikus pont, hogy most váljunk szét, vagy ne váljunk szét. Zseniális döntés egyébként. De mint említettem, ez a napkorong is, ahogy megy, nagyon szuperul meg van oldva. Az eseménykártyák, hát azt megláttátok. Egyszerűen egy kész történetet lehet rájuk egyébként építeni. Mikor vége a játéknak, el tudjuk mondani, hogy mi volt. Mindegyiknek megvan a kis maga, kis neve, hogy most mi meg hogy történt, és akkor szépen így el tudjuk mondani, hogy mi történt velünk. Úgyhogy zseniálisan teszik a dolgokat ezek a kártyák is, már úgy maga az egész pakli egyébként. Úgyhogy összességében egyébként egy nagyon-nagyon jó kis játékról van szó. Ja, bocsánat, még mechanikáknál azért ne felejtsük el. Egyébként ez mind egyfős, mind többfős játék esetén jelen van. Hát a szedgyűjtögetés. Nyilván egyébként ez azért fontos, mert lehet, hogy nekünk étel kell, de vagy hát akár úgymond erőforrás, de lehet, hogy mégiscsak azt mondjuk, hogy akkor mégiscsak kell figyelnünk arra, hogy mindegyikből legyen egy, mert azért megkapunk majd morált, meg hát győzelmi pontot. Valahol mégiscsak győzelmi pontra megy a játék. Tehát hiába győzünk, amikor odaérünk, mert amikor nem mondja a játék, hogyha mondjuk csak 20 pontunk lenne, akkor mi lenne, csak annyit mond, hogy hát, hogy jó pontnak számít ettől. Szóval igazából én szerintem már aki oda meg visszaér, az már boldog lehet, mert él, mármint amennyien. Szóval ilyen értelemben nem tudom, hogy a pontokra nyilván az ember néha, hogy odafigyel, de őszintén szólva így a játék során nekem ugye a vége felé jutott eszembe, hogy azért majd azokra is kell figyelni. Már mindig sokkal hangsúlyosabban próbáltam azért nem elfelejteni, hogy azért itt pontokat is kéne nézni. Addig meg örültem, hogyha egyáltalán meg volt tervezve, hogy hogyan jutunk vissza. Úgyhogy hát jó, jó megcsinálták, én azt merem mondani. Tehát tényleg azok a kis alapmechanikák, amik benne vannak, nincs olyan nagyon sok újdonság benne egyébként, de ahogy össze van rakva, szerintem az nagyon-nagyon szuper lett. Úgyhogy hát minden hibájával együtt egyébként, mert itt akkor visszatérve arra a gondolatra, amit meséltem nektek, ez az összehasonlítás ugye az új kiadásoknál, hogy jó irányba ment-e a kiadó. Én azt merem mondani, hogy igen. Nem állítom, hogy a legjobb, mármint, hogy már ott van, ahol kéne. Ez valahol a félúton van. Tehát a doboz az egy racionális méret, tehát abszolút. Nem éreztem a doboz túl nagynak. Tehát szerintem a doboz akkora, amekkorának lennie kell. Úgyhogy azzal nem volt gond. Itt egy-két ilyen megvalósítás, tehát ahogy hozzányúltak a játékhoz, azt én nehezményeztem, meg hát most is ugye nehezményezem, hogy azt szerintem nem feltétlenül kellett volna, mert jó volt úgy, ahogy volt. A tokenekhez egyértelműen hozzá kellett nyúlni, ez nagyon jót tett a játéknak. Maga egyébként az egyfős játék jót tett a játéknak, tényleg, hogy ezeket így hozzáadták, így az arculatát nagyon sikerült feldobni a játéknak tényleg ezekkel a dobozokkal is, úgyhogy összességében szerintem jót tett ez a kiadás. Úgyhogy én nagyon-nagyon tudom ajánlani ezt a játékot azoknak, akik szeretik egyrészt ezt a témát, a
akik szeretik az ilyen lapkalehelyezős játékokat, szeretnek így tervezni, hát az egyfős vagy akár a kétfős, tehát ilyen kooperatív változatot, akik meg szeretik a kihívásokat, mert hát van kihívás egyébként. Talán itt egyetlen egy még megjegyzést engedjetek meg, ami egy kicsit olyan mondjuk nehezményezés, a játék nehézsége, hogy nem nagyon lehet belőni a nehézséget. Na, mint gondolok itt arra igazából, hogy persze azt lehet mondani, hogy most kezdjünk kevesebb emberrel, vagy kevesebb erőforrással, de igazából ennyi. Én amit hiányolok, hogy akár a kártyákat meg lehetett volna jelölni, hogy mennyire nehéz események vannak rajta, és akkor akár ez alapján lehetett volna lehet, hogy több kártyát lehetett volna még így kitalálgatni. Nyilván úgy, hogy akár egy-két hatást így meg lehetett volna variálni, és akkor lehetett volna azt mondani, hogy ha egy könnyű játékot akarsz, akkor választ ki azokat a kártyákat, amelyek könnyűvel vannak megjelölve, és akkor abból húzzál 10-et. Ha közepes játékot, akkor megint meg lennének jelölve, azokból húzzál ennyit. Tehát úgymond a maga paklinak ugye ahogy összeraktuk volna a paklinkat, az meghatározta volna valahol a játéknak a nehézségét, mert azért láttátok, hogy van, akit pozitív, nem itt, de itt, tehát van, akit azért pozitív események is, és akkor ezzel lehetett volna egy picit játszani, de ezt megint csak egyébként egy picit a kapkodásnak, a hanyagságnak tudom betudni, hogy már ilyenekre nem gondoltak. Tehát, hogy valahogy úgy nagyon gyorsan akarták befejezni, nagyon gyorsan hozzá akartak tenni mindent is ehhez a játékhoz, hogy az emberek lássák, hogy itt az új verzió, hogy hú, de jó, van szóló, hú, nem csak szóló van kooperatív is, meg mi egyéb, nézzétek, milyen szép tokenek vannak, ami összességében jó, csak megmondom, jó irányba mentek, de lehetett volna egyébként azért egy picit jobb játékot is kihozni ebből, mármint egy picit jobb újrakiadást, és egyébként én ilyenkor ezeket szoktam sajnálni, tehát nincs bajom úgymond ezekkel a dolgokkal, csak az ember belegondol abban, hogy mennyivel jobb játék lehetett volna. És amikor ezekbe belegondol az ember, akkor azért hogy az egy kicsit úgy tud fájni. Tud fájni, hogy hát igen, hogy miken ment el egy-két dolog, ilyen kis apróságokról van szó, de hát akkor is. Na, de ettől függetlenül egy szó, mint száz, nem akarom egyébként lehúzni a játékot, mert tényleg egy jó játékról van szó, jó hangulatot ad, maga a történetmesélése is úgymond megvan valamilyen szinten, tehát tényleg így összességében szerintem egy nagyon szuper játék, úgyhogy én nagyon tudom ajánlani. Ha bárkinek egyébként megvan az eredeti verzió, játszott vele, tehát amikor egymás ellen kell, írja meg a véleményét neki, hogy tetszett így összehasonlítva mondjuk akár az egyfős játék, vagy maga, hogy az új kinézet, hogy tetszik, vagy ti is írjátok meg nyugodtan a véleményeteket, hogy a kép alapján, amit mutattam nektek még jön be inkább, meg hogyha bármilyen kérdés van a játékkal kapcsolatban, vagy észrevétel, írjátok meg nekem kommentben, én pedig igyekszem majd, ahogy szoktam erre majd válaszolni. Úgyhogy hát ennyi lett volna most, remélem, hogy mindenről beszéltem, hogy nem felejtettem el semmit. Talán majd, nem ígérem, de majd esetleg majd átgondolom, hogy mennyire lesz időm meg lehetőségem, hogyha szeretnétek a rajongói változattal játszani. Ott arról annyit kell tudni egyébként, hogy nem ezzel a táblákkal kell játszani, hanem ezekkel csak az eredeti oldalukkal, tehát a normál oldalukkal kell majd játszani, és akkor nyilván jobban követjük itt az eredeti szabályokat, és azt hiszem ott nem ez van, hogy ilyen cél, hogy ide meg oda meg nem tudom, hol kell menni. Hát nyilván ott is gondolom el kell jutni oda, ha jól emlékszem, de ott egyértelműen a pontokra kell rámenni, és ott azt hiszem a szabályhoz adtak is egy ilyen rangsorolást, hogy akkor ha annyi pontunk van, és a többi. Tehát ott ténylegesen a pontvadászat van. És ilyen értelemben jobban visszaadja az eredeti játékot, mert mondom, ott nincs ilyen, hogy étel meg morál. Tehát, hogy ez a része más. De majd meglátjuk, hogy fog kijönni. Tehát ezt nem akarom megígérni, ezt csak így megemlítem, hogy ha esetleg úgy van, megmondom, hogy ha ti szeretnétek, akkor akár arra is rá lehetne nézni. Ja, de egyébként annyit még szeretnék elmondani, hogy akinek megvan a régi játék, az le tudja tölteni ennek az egyfős változatnak az összes dolgát, ami kell, és akkor tud vele játszani, mert egyébként ezt már akkor felrakták a Board Game Geek-re, amikor ment a kampány. Tehát rögtön feltették, hogy aki szeretné, próbálja ki. Nyilván a kártyákat le lehet tölteni, meg akkor ezeket a táblákat, és akkor ki lehet nyomtatni. Nyilván ezek a jelölők nincsenek meg, úgyhogy ezeket ilyen kis kockákat kell szerezni, de hát mire van a Pandemic, ugye, vagy akár a Legacy játék, ugye a Pandemic Legacy, hogyha nem kivenni belőle az alkatrészeket. Tehát az a lényeg, hogy ha valakinek megvan a régi, nem feltétlen kell rögtön megvenni az újat, meg tudja csinálni, hogy tudjon ezzel játszani. Na, ez csak egy ilyen kis csillagos megjegyzés. És akkor most már tényleg ennyi lett volna, akkor találkozunk a következő videóban.